Üdvözöljük kedves nézőinket a Kifőzte soron következő műsorán. Konyári Sándor barátommal egy köcsögös birkát csinálnánk. A köcsög adott, a birkák megjöttek, hát akkor főzzük meg őket. De tényleg, ez egy köcsög, amit ezelőtt, ha jól tudom, vagy 3-4 évvel kaptunk egy bajai illetőségű doktor ismerősünktől, amiben már többször is főztünk, szabad tűzben. Ez is látszik rajta azért, hogy most. Látszik rajta, hogy szépen ki van égve. Hát ezt tényleg a tűzbe fogjuk betenni, annyi, hogy most nem gyújtunk hozzá egy nagy rakás fát és beletesszük, hanem ezt be fogjuk tenni a kemence legalsó részébe, ahol a tűztér található. Hogy mit teszünk hozzá? Bárány combot fogunk szép nagy darabokra felkockázni, lepirítjuk, teszünk hozzá némi paprikát, paradicsomot, előfőzött babot, és teszünk bele néhány karika friss kukoricát. Úgy csuhésmentesen. Kezdjük-e? Isten, igazából ez az étel elkészíthető úgy is, hogyha nincs előfőzve a bab, de akkor ebből csak holnap ebéd lenne. Ezt akkor tudom ajánlani, amikor esetleg kemencézünk, kenyérlángos, bármit sütünk a kemencébe, és ugye fel van fűtve a kemence legalább ilyen 180 fok körül, mire vége a mutatványnak, a kemence ott van melegen. Ez még tudja, mindig meleg. Még mindig, sőt, még holnap délben is meleg lesz. És legegyszerűbb az, hogy babos ételeket, tehát csilisbabot, sólettet, bármit, egy ilyen cserétába összepakolni a hozzávalókat, és egyszerűen betenni a kemencébe. A rustikus méretről ennyit, tehát ilyen 3x3, 3x4 centis szép nagy darabokra, nem egyszerre az összest, csak szép apránként dolgozzunk vele nyugodtan. És forró legyen a... És tűzforró legyen az olaj, ha lehetséges, hogy a húsban a nedv nagy része azért megmaradjon. Bárányhús helyett lehet birkahúst is használni, az már igazán csak is a... Ez az elősítésre is csak azért van szükség, hogy körbe kérgezzem a húst, hogy benn maradjon a hús nedvek, szaftok, ízek. Ugyanakkor pedig még ez ezután egybe fog főni ebbe a kis köcsökben, úgymond. Ez körülbelül egy olyan 2,5 kg bárányhúsi. Az illat az megvan, tehát az utánozhatatlan. Aki igazán szereti a kicsit fagyús húsokat, azoknak ez igencsak úgymond édes illat. Mennyei magna. Mennyei, így van. Ez maga a méz. Nem azért nem teszek sok húst a tárcsába, hogy kitöltjük a műsoridőt, mert viszont ezt a 2,5 kg húst egyszerre beletettem volna, akkor azonnal gőz pára keletkezik, hiába lapos a tárcsa, és akkor levet enged a hús, nem tud kérgeződni, és az értékes húsnedvek, amire nekünk szükség van erre az ízre, a szaftra, akkor mind-mind kifolynának ide a tárcsára, ráégne és tárba veszne, így pedig mindenben marad a húsban. Másik kérdés lehetne nézők, hogy miért nincs most egyből sózva, fokhagymázva, rozmaringozva és minden együtt felsütve. Mert ez azért hosszú. Mert ennek a kérgezésnek az a lényege, csak hogy a húst, rostokat zárjuk össze végül is. Így van, így van. Majd amikor már összeöntjük az egész ételt, úgymond, amikor az összes alkotóelemet egybe... Meg ez egy hosszan készülő étel lesz, ugye, mert a kemencébe rakjuk a cserépbe. Ott lesz ideje felvenni az ízeket. Ezt kitaláltad, amivel fogjuk fűszerezni? Hát olyan igazság szerint annyira nem nagyon kell fűszerezni, már ha azt mondom, hogy teszek bele paprikát, paradicsomot, egy kis csípőset, van itt némi rozmaringom, a kukorica az csak pluszban van, ugye a beáztatott baba, amit előfőztem, az megint egy pici füstölt lével van előfőzve, tehát innentől kezdve már maga az íz összeadódik. Igazság szerint itt már csak a frissességet kell megőrizni ahhoz, hogy szép darabos zöldségekkel együtt tudjuk eltenni ebbe a
zárható edénybe, és nem mondom direkt azt, hogy köcsög, de az, és tudjuk betenni abba a kis kemencébe. Már egyszer van egy ilyen lehetőségünk, hogy kemencébe, tárcsán és szabad tűzön tudunk főzni. És azt elmondod, hogy miért működik ez, vagy hogy működik ez a cserépedényünk? A mi cserépedényünk? Mint a kukta körülbelül. És azon kívül? Ahogy lefedem, illetve ha... Nem kell ezt megkavarni? Igazság szerint ezt nem szabad kavarni. Hogy miért nem szabad kavarni? Azért, mert magának a kialakításának köszönhetően ebben az étel körkörös mozgás alapján fogja saját magát kevergetni. Igazság szerint ez sem leégni, sem megégni nem tud innentől kezdve. Igen, van egy régi szakma, ami ismét látható ezen a cserépen. Ez a drótos szakma, amivel meg van erősítve maga ez a kiégetett tománcos edény. Hát ez is segít abban, hogy igazság szerint ne tudjon nekünk összeomlani, mielőtt az étel elkészüljön. De nem a drótos kicsit csinálta? Nem azt csinált. A Facebookon látható. Igen. Tehát ez tényleg igazi mester, tehát itt nem fér alá köröm sehol, tényleg komolyan kőkeményen rá van húzva. Ez egy régi mesterség, ami sajnos már kihaló félben van. Igazság szerint ez egy déli országbeli főzőedény. És mi megy még hozzá? Paprika, paradicsom, amiből egy kevés lecsót fogunk majd elkészíteni. Ezzel fogjuk még dúsabbá, ízletesebbé tenni az ételt. Igazság szerint még a lecsó szezon végén vagyunk, úgyhogy a lecsó szezon általában azért augusztus végéig tart, legtöbb helyen. Addig van igazán íze a paprikának, paradicsomnak, innentől kezdve már az árak felfelé fognak húzni. A paradicsom most kezd az igazi, amit kedvencem, megnő ilyen nagyra. Igen, hát a lecses paradicsom, ahogy ki hogy szereti. Tehát körülbelül ekkora egy paradicsom így. Hát vagy még nagyobb. Vagy még nagyobbra még meg, nagyobb. És akkor egész egyszerűen csak szétdobáljuk. Ezt egy késő ősszel leszed, és kirakod a konyhaablakba. 2-3 nap múlva éppen bepirosodik, ugyanúgy nincs az a paradicsom íz, amit ez felülne múlna. Hát ezt sokan nem tudják sajnos, még a mai napig sem. Hát. Azért teszek bele némi csípős. Hát ezt csak a felét fogom beletenni, másik fele már leesett a földre. Ezt nem fogom felvenni azért. Azt majd megeszel a szomszéd cicája. Nem ez a cica, a szomszéd cicája. Mehet a fokhagyma, és akkor most... Én előpirítottam a húsikákat. Én pedig ebbe a szaltba visszateszem a paprika, paradicsom, illetve a lecsónak valót. Fokhagyma. Kicsit megpirítjuk. Elkészítünk egy cső kukoricát, mert ez még tényleg úgynevezett csöves kukorica. Ez egy édes kukorica, semmi extra benne. Egy nagyobb kés segít. A hajad belehullott a hajam. Igen, hullik a hajad. A hajam. Hát a tiédre látszik hajam. Is, hogy nagyon kihullott a hajad. Belehullott. Nem túl nagy szeletekre, egy ilyen 3 centis szeletekre felvágjuk. Könnyű összevágni, mert még ez... Nincs gáz banán? Most már van? Ja, kikondott a palackot, ezt nem mondtad. Tessék, hát. Ezt nem mondtad, hogy a palackot is. Tudod, szűkítették a keretet, innentől kezdve a gáz nem akkor nyílik, amikor mi szeretnénk, a gázpalackján. Tehetünk hozzá már akár a lecsóba is. Némi rozmaringot, már a fokhagymát beletettük. Nem lesz keserű, tőle nem kell félni. Nyugodtan fel lehet használni. Friss fűszernövény. Sokan elkövetik azt a hibát, hogy a friss fűszernövényt egyből forró zsiradékba teszik. Na, innentől kezdve elveszte a jellegét, egy kesernyés, jellegtelen, élvezhetetlen, valamilyen kis elszenesedett zöldségmaradvány lesz belőle. Nagyon sokszor jártam már X konyhákba, és akkor ki van téve dísznek a mozsár.
Igen. Megkérdezem, mikor használtad ugyat? Ó, csak dísz. Igen. Mi van benne? Por? Beletesszük egy mozsába, és azzal törjük meg picit, hogy nagy isten, egy-két csak olívóolaj, meg hasonlók. Kis illóolaj, valami kis azonnal kijönnek, és akkor már teljesen hát igen, ezt elfelejtettük. Még mindig abban a kevés zsiradékban vagyunk, ami ebből a húsból jött ki. Bárány fagyúja. És ha megnézzük, igazán nagyon kevés szaft zsiradék van, ami megmaradt. De ezt majd ebbe fogjuk szépen beleönteni. Van ebből a kis régen szedett kis koktélparadicsomunkból is. Szerintem kezdjük el összefele rétegezgetni a dolgokat, nem? És akkor... Nyugodtan. Ez addig elkészül. Van. Szerintem annyi férget már kapott tízanyagokat. Mind a kukorica, mind a hagyma. És akkor kezdjük az elejétől. Fokhagyma. Én ezt el is zárom. Kezdjünk babbal. Vagy passzulja. Babba vagy passzulja. Ez csak így gyönyörű szépen belöntjük. Babér levéllel áztatás után egész egyszerűen csak előfőzzük a babot és összeöntjük. Majd beletesszük a kockázott báránycombot. Mit elpirítottunk? Így van. Igazán nincs fűszerezve. És erre fog már rámenni szépen a fűszeres kukoricás lecsó. Ezt a kevés szartot, amit kienged a hús, azt nyugodtan öntjük bele. Sőt, hozzá kell. Önteni nem szeretném, mert azért szép darabos. Hát nem véletlenül rusztikusra vágtad. Nem lesz apró a dolog, az biztos. Azért még hagylapátoljon az öreg egy keveset. Van kisebb kanalam is. De, én is arra gondoltam, egy kávéskanára reggel majd beletesszük. Mokkás. Igen. Ez megvan. Még egyszer. És akkor ide lehúzzuk a lecsót. Megint rátesszük. Biztos, ami biztos, van nekünk itt egy varázsitalunk, ez a birkacsontból főzött alaplé, fehér alaplé, amit ide fel fogunk használni. Azt szépen beleöntjük, utána megmutatjuk, hogy mi is van ebbe, ténylegesen ebbe van, tehát nem egy összevágott. És akkor megmutatjuk az igazságot. Ez így néz ki. Innentől kezdve kupakkal lezárva bekerül a sütőbe. Hát egy kis alaplevet azért csak egy pici alaplevet, igen, legyen hol dagadjon. Igen. És ez egy körülbelül egy ilyen jó, egy óra alatt fog elkészülni. Így, hogy elő van főzve a bab. Így, hogy elő van készülve a bab. Naturból csinálnánk, akkor inkább 2-3 kemence hőmérsékletűtől is függ. Igen, akkor egy kis alaplevet teszünk bele. Így, rá a kupakot. És akkor most Gyuszi bácsi elviszi, hopp! És beteszi a kemence sütőterének a aljába. Magyarul a tűztérbe. Bezárjuk. Jó, meleg, hál' Istennek neki is, és nem csak nekünk. És akkor egy olyan egy óra múlva fog körülbelül elkészülni az étel. Akkor visszajövünk ismét. Vágottat. Ne neves,
Tudod, milyen forró? Tudod, milyen forró ez a 300 fokos sütő? 717. Teszünk rá egy kis kukoricát. Elkészült a babos, birkás, köcsögös ételünk. Itt helyben, Szabolcsban elkészült ételhez jó étvágyat kívánunk mindenkinek, viszontlátásra!